A Nemzeti Adó és Vámhivatal a kifizetőktől és a munkáltatóktól érkező adatok alapján készíti el a magánszemélyek SZIA bevallási tervezetét. Akik a dokumentumokat postán kérték, ők április végéig kapják meg a bevallás tervezeteit. Aki nem élt ezzel a lehetőséggel, még mindig érdemes ügyfélkaput nyitni, hogy egyszerűen elérje bevallási tervezetét. Az ügyfélkapu regisztrációhoz mindössze személyazonosító igazolványra és érvényes e-mail címre van szükség. Azok, akik postai úton kapják meg ezt a tervezetet, vagy esetleg itt személyesen a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatain veszik át, már nem tudják módosítani a papíralapon kinyomtatott bevallás tervezeteket, nekik egy újabb bevallást kell benyújtani a 17 SZIA jelű nyomtatványon. Úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogyha teheti, akkor ügyfélkaput nyisson, és ezzel a lehetőséggel tudja majd módosítani. Ugye az őstermelőknek, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is elkészítjük a bevallás tervezetet az idei évtől. Azonban nekik mindenképpen jelölni kell, hogyha valamilyen olyan jellegű jövedelmük keletkezett, amelyet a bevallás tervezet nem tartalmaz. Azoknak az adózóknak is érdemes megnézni és javítani a bevallás tervezetet, akik családi adó kedvezményt, esetlegesen fogyatékosság utáni kedvezményt szeretnének igénybe venni, vagy pedig a nyugdíjpénztárakról szeretnének nyilatkozni. Magyar Norbert kiemelte, figyeljünk a határidőre, és valós adatok szerepeljenek a tervezetbe, ugyanis a problémás bevallások sokba kerülhetnek. Azokban az esetekben, hogyha valaki elmulasztja a bevallásának a módosítását, illetve a leadását, akkor természetesen a bevallási tervezet május 22-ével jóváíródik. Azonban az adózót terheli az a felelősség, hogy ez a bevallási tervezet megfeleljen a valóságnak. Hogyha azt tapasztaljuk az ellenőrzések során, hogy a bevallási tervezetet nem módosította, azonban kellett volna, ez 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy ki milyen módon szeretné megkapni az összeget.